Éjfélkor bújtam az ágyba. Fájt a fejem, nem tudtam aludni. Már egy jó órája hánykolódtam, amikor egyszerre fűrészelő, örlő zajt hallok. Egészen véletlen volt, hogy a fájós fejemet egy pillanatra falhoz szorítottam. Akkor hallottam meg ezt a különös zörgést. Következő pillanatban hajszolt és nadrágot húzok. Azután a szobám ajtaját lélegzett visszafolytva kinyitom. Nem tudom, fejfájás okozta, de nyoma se volt bennem a félelemnek. Hallgatóztam. A tolvaj vagy rabló igen óvatosan dolgozott, szinte szakértelemmel. Emlékszem, ott a sötétségben elmosolyodtam ezen a szón, hogy szakértelem. Most már csak egy ajtó választott el bennünket. A szívem dobolt, az inaim ereszkedtek és a szájam kiszáradt. Ideig még karmolta a kezémet, de igen erőtlenül. Végre lehanyatlottak a kezei és nyögött. Egyszerre megéreztem, hogy a nyak merev és jéghideg. Felugrottam, és a hálószobába siettem, vissza a világosságért. De egy váratlan dolog történt. Is enough! I have had it with these motherfucking snakes on this motherfucking... NANI?! Skill issue.